Sziasztok, sziasztok! Szellemekkel lézengő 21. A szondod? Jól mondod, néző? Ez 21. epizód lesz. Ha a Máténak az agya az jól működőképes, de nem valószínű. Na mindegy. Egy pár fotót készített önmagukról. Biztos, hogy elküldjék a családnak, vagy valami ilyesmi, de hogy is kirakni Facebookra. A képen látható egy figura a háttérben, ami nem túlzottan emberszerű, így a szemei, meg ilyen dolgok alapján, aztán meg közben lehet, hogy de. Nagyon gyanús. Amúgy valamiért nekem hasonlít a csajra, ez... Nem tudom mi. Pedig még a haj se úgy van, de mindegy. A lényeg az, hogy érdekes kép. Nyilvánvalóan ez csak azt tudja, aki fotózta, hogy volt-e valaki, lehetett ott valaki. Stb. Egy régi képen van egy néni, vagy remélem néni, mert a bácsi akkor csúnyát tévedtem. Itt meg egy fotógépezet. Itt pedig gondolom ezt kell nézni, ezt az ektoplazma-szerű dolgot. Olyan, mint amikor az ektoplazma van jelen, de nem tudom ezt így hova tenni pontosan, hogy ez hogy van, milyen forma, meg hogy mi van. Mert olyan, hogy kalap lenne valaki, meg itt egy embernek az arca, a fül része, de feje lefelé van, meg nem igazán mondanám testnek, ami van itt. Na, vonaton baromkodnak a fiatalok. Ismerős sztori. A háttérben pedig valami van. Most nem tudom, lehet ez mozgás közben volt a vonat, mert ha mozgás közben volt a vonat, akkor szintén lehet az ott bármilyen dolog, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen csukjás, ilyen halálszerű figura bontakozik ki a háttérben. Viszont ha állnak, és úgy fotózott egyet, és nem volt ott semmi alapból, akkor viszont már félelmetesebb a dolog, ugye? Vagy itt nagyon le van vágva, vagy nem tudom. Nem úgy tűnik, mintha menne, vagy mondjuk pont, hogy de. Egy picit mosottas lenne a háttér, hát na mindegy. A néző küldte, mondta, hogy az ülő garnitúrán valami arcszerű dolog bontakozik ki. Egyre inkább. És tényleg az a durva benne, hogy a kör szemek azok így, hogy megvannak. Szóval, hogy mi hagy ilyen nyomot? Még ha le is jöntett kávéval, miért maradott két kör alak tisztán? Ebbe a legnagyobb kérdés számomra ez. Hogy lehet, hogy direkt öntötted le úgy, hogy odarakták két poharat, fejjel lefelé, vagy bárhogy. Odarakták két poharat, leöntötted, megvártad, hogy megszáradjon, aztán azt mondtad, hogy jó, hát itt valami arc van, anyu, mi történt? Azt közben csak azért csináltad, hogy a szellemeket nézeket be tud küldni, mi? Ismerem a trükkeiteket. Na, és nézzük meg a képen, mi látható. Ott valamilyen formát én látok. Ez egy ilyen alien fejlítők nekem. Most így mondjátok meg ti, mit láttok kommentben, mert én nekem fogalmam sincs. Valami van. Nyilván lehet poszter, meg sok minden úgy igazából. Anyád a motor. 2011. szeptemberében készítettem ezt a képet a balatonfüredi régi vasútállomás épületénél. Nagyon sok kép közül ezen az egyen látszott valami a kép jobb alsó sarkában. Haverok szerint, akikkel együtt voltam aznap este, és szerintem is, mintha egy női alak néz neki az ablakon, akkoriban nem lakott senki az épületben. Most hát ő meg is válaszolta a kérdést, hogy női alakot lát. Én bevallom őszintén, nem látok női alakot, én egy alakot látok. Az meg egy nagy óriási szem lenne, ami fekete. Még küklopsz körvonalazódik ki előttem igazából, bevallom. Mert én ebből soha nem veszek ki női alakot. Sok mindent kiveszek belőle, de női alakot azt nem nagyon. Nem is tudom, hogy nézzem igazából, mint hogyha itt le lenne vágódva az arc, és nincs meg a rész. Kifejezetten érdekes, főleg azért, mert így... mert így nem indokolt a dolog. Még ha vissza is tükrözne valamit, akkor azt azért be tudnád lőni, mit tükröz vissza, de itt még azt tudom belőni, hogy mi a fasz tükröződhetne. De ez nem is tükröződik, hanem ez bent van. Nem tudhatom. Ausztrál alien. Benne a bokrosban valami alien jellegű dolog. Természetesen az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy ez egy maszk, vagy egy bábú, vagy valami.
nem tudom, ez videó, kép, vagy videóból van a kép, vagy alapból kép, mert a videót azt szívesen fogadnám. Kto eto? Hát ez valami gyülekezésen történő kép. És ott két ember között valami van. Kifejezetten van valami. Egyáltalán nem tűnik emberszerűnek, sem maszkszerűnek. Nem tudom. Már nem tudom így belőni, hogy megint mi a franc. Mert hogyha még nem a kép tetej lenne ennyire kint, akkor azt mondom, hogy be tudom azonosítani nagyjából. A hölgy fotókat készít önmagáról. És nem tudom, mit kell pontosan nézni. Össze annak a kaktuszszerűségnek az árnyékát kezdtem el vizslatni, de abból csak a kaktusz árnyék jött át. Itt esetleg? Az mi lehet? Lámpa. Vagy nő az maga. Nem ült itt senki a gépnél amúgy, csak úgy mondom. Én nem tudom, mit kell nézni. Még a kép címe sem segít, mert BZKT440F00O. A kép neve szóval. Vaksia Máté. És körbenézem direkt, ezeket a pontokat kell nézni? Hát köpött egyet. Bocsánat, én nem tudom, mit nézek. Itten a befagyott, hát remélem befagyott, megint nem vagyok benne biztos, befagyottnak tűnő ilyen kis, hát nem tó, nem tudom mi ez, pocsolya, de nem tudom hol van ez, ilyen természetes kőzetbe bele van ékelődve ez a környezet. Na mindegy, gyakorlatilag én vagyok benne. Egy szakállasnak tűnő férfi. Most akár valós a kép, akár nem, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mert úgyért van valós, hogy nem szerkesztett. Szóval nyilván létrejöttnek ilyen anomáliák akkor is, hogyha nem szellemről, vagy szerkesztésről van szó. De ez vicces kép. Volt ennek folytatása is, csak azt nem hiszem, hogy lementettem. Ezt is néző küldte, azt mondja, hogy sétálgattok az utcán, a éjszaka, vagy este, vagy nem tudom mikor, és hogy valaki követte őket, befényképeztek a távolba, és ezt az alakot vélték felfedezni itt. Nos, nyilván megint az első gondolat az volt, hogy hát nézők biztos így gondoltak, hogy csinálom már a szellemeket, nézegetve egy poén képet így. Nyilván én mondtam, lehet ilyeneket is küldeni, mert nem azt nézem, hogy melyik valódi kép, nyilván meg szoktam említeni, hogy szerintem valódi egy kép, vagy nem. Gyomorég is. Szóval lehet nyugodtan küldeni kamuképeket is, de olyan kamuképeket, ami azért olyan, hogy ne tudja az ember eldönteni könnyedén, hogy valódi vagy nem. Persze attól függetlenül se biztos, hogy valami kamu, hogy az ember azt mondja rá első ránézése. De az ilyeneket szeretem például. Nyilván lehet, hogy ott áll egy néző, miközben a másik fotózza. Főleg, hogy itt mintha egy hátizsák lenne. Viszont a fejrészt egyáltalán nem látom, meg a lábak olyan furcsán vannak nekem. Szóval akár még lehet is valami. Most lehet biztos ne lettek a markotokban, hogy elküldtük neki a képet és nem tudja eldönteni, hogy mi van. Hülye Castiel. Hát, ja. Szóval így ebből nyilvánvalóan nem lehet levonni következtetés. És minél közelebbről nézem, annál főleg inkább nem, mer pixel ilyen. Néni. Ott meg az angyal. Vicces kép ez is egy picit amúgy, mert itt van ez a nem ideillő alak. Mégis valahogy olyan, nem tudom, így egyszerre látom benne a szerkesztés, oda lett szerkesztve, oda lett rakva, meg egyszerre látom azt, hogy valahogy egy beleillik a környezetébe. Nem a színvilág miatt, mert nyilván azt át lehet adni más dolgokra is, hanem úgy valahogy olyan természetes nyugalmat árasztó dolog. Legtöbb szellemes, meg ilyen lényes képpel ellentétben nem. Vasúti sineker, azt meg szeretjük. Néző küldte. Azt mondta, hogy az anyukája fotózta, ha minden igaz. Több kép is készült a cirkuszban, és egyik képen sem volt rajta az alak ott, csak ezen az egy képen. Most ezt bizonyíthatnád úgy is, hogy elküldöd az összes képet, és akkor esetleg.
Aki más is volt esetleg ezen a cirkuszi előadáson, az nyugodtan jelezze, hogy ott volt-e szerinte az alak, vagy nem. Mindegy, a lényeg az, hogy furcsa, kifejezetten furcsa, főleg, hogy azért ilyen nagy közönség előtt ilyesmik nem szoktak úgymond megjelenni, bár valószínűleg ez nem is látszott nyilván szabad szemmel, vagy max pár másodperc, azt meg nem feltétlenül veszi észre az ember. De... és egy kifejezetten érdekes kép szerintem. És kizárnám az, hogy az ott oda lett szerkesztve, vagy valami, mert ezt nem hiszem. Hát ezt a képet nem tudom igazából hova tenni, hogy ez hogy működik. Valószínűleg nem valós képről van szó szintén, de az eszméletlen nyomasztó kis hangulatot áraszt magából, főleg ez a sok, hát nyilván sok fej miatt, ami háttérben jelen van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, meg ki tudja mi lett volna még ott, hogyha materializálódnak. Most, hogy ez valódi kép lenne, akkor én kiakadnék igazából, meg szegény gyereket sajnálom, mert a gyerek se teljesen tűnik normálisnak, hogy úgy mondjam. Mi ez a hangeffekt kiadás? Hát ezek a képnevek? Gizpit the fap új. Hát most ez meg megint a tipikus példája annak, hogy a természetnek a fényviszonyoknak, a pixeleknek, meg a ott lévő fák lombjainak, vagy nem tudom mi van a háttérben, ezeknek az együttállásából létrejött anomália jellegű szellemi tevékenység. Félelem, de mégsem az. Körbe magyaráztam. Wow. Ez meg olyan dolog, hogy megint ott ül valakinek a kislánya, de kurva félelmetes ez az egész. Hogy babát fog, egy szekrénybe üldögél, és az arcát azt így nem tudom, bazdeg. Olyan, mint a kilennének vájva a személy, vagy éget, vagy nem tudom. Nem biztos, hogy közel akarok kerülni ehhez a leányzóhoz. Megint egy nő. Mindig nők vannak. Mi a rák van? Nő fotózkodott, retrika, az mi, az ami oldal? És ott a háttérben van valami, gondolom a hajfésű. Hajfésű. Hajkefét akartam mondani. De ez nem tudom mi, olyan, mintha valaminek a nyele lenne, plusz még itt valami. Tükör, izé. Uchiháknak a jele. Nagy D betű. Nagy D betű. De egyetlen probléma, nem tudom eldönteni, hogy mi az. Oké, van a háttérben valami, de mi az? Még hogyha arcszerű lenne, azt mondom, hogy ja. De nem is arcszerű, Uchiha jelet látok bele csak. Macskák. Au, nem azt néztem, hideg kirázós. Azt nem emlékszem, hogy ki küldte, vagy nem azt, hogy ki küldte, nem emlékszem a képnek a szövegére, hogy az ott háttérben az a két szem az nem tudja hova tenni a küldő, illető sem. Nem teljes mértékben macskaszerű szemek, meg túl távol a két szem egymástól ahhoz, hogy a egy macskához tartozna, egy negyedik macskához esetleg. Mindenféleképpen furcsa kép. Nem mondom, hogy nem manipulált, de nagyon érdekes, és egy picit azt mondom, hogy erőteljesen félelmetesen nyomasztó. Főleg, hogy még én ködis párosul hozzá, amit megint nem tudom, hogy rá lett-e rakva, vagy alapból volt. Még ez a csík sem feltétlenül jelent jót. Mert ez lehet a újja is az illetőnek, aki készítette a képet. Na mindegy, koncentrálunk erre. Keményebb dologról beszélünk most szerintem. Mármint úgy értem, hogy kép jellegű... Mi? Szóval a kép jó. Akár milyen. Szóval akár kamu, akár nem. Hitlernek... azt akartam, hogy a macskának Hitler bajsza van, de aztán rájöttem, hogy nem Hitler bajsza van, mert az nem ilyen lenne. Hanem azt akartam mondani, hogy bajsza van a macskának. Csak ugye a bajuszról, amikor egy macskák van bajsza, mindenkinek az a kép jut eszébe, hogy Hitler bajszos macska, mert volt egy olyan kép ugye, vagy van olyan kép, vagy mi. És akkor az jutott eszembe rögtön, és ki akartam mondani, hogy Hitler bajusz, de aztán rájöttem, hogy nem, visszavontam magam, csak bajszt akartam mondani, azt kimondtam a macskáját, az, hogy Hitler. Ennek a Hitlernek itt macska bajsza van. Na mindegy, hülye ökör. Jó kép. Piano in church. Ismerem a videót, ugye két srác, az egy elmegy ez a
templomhoz, el is mesélem akkor nagyjából. Ja, le van írva a hülye. Ebben a videóban három ember, ja, igen, kamerás plusz, jó van. Három ember bemegy egy elhagyatót templomba, és egyszer csak azt hájákák, hogy valaki játszik az zongorán, és gyorsan becsapják az ajtót, aztán gondolnak egyet, és elfutnak mellette, és kimenek a templomból. Nagyon érdekes videó. Bocsi, hogy kipolizálom az írásodat. Mindegy. Nagyjából ez van, amit mondtak. Három csávó bemegy, ott először ökörködnek minden, aztán meghallanak valamit. Igazából nem tudom pontosan, hogy hogy van a videó, nem is biztos, hogy beszélnek ilyesmikről benne. Egyszer csak bezáró, ahol bejönnek az ajtó, azt nem bírják kinyitni. Át kell menni a másik irányba, de először bemennek, aztán meglátnak ott valakit, aki zongorázik. És nem, először nem zongorázik, ott van valakit. Látnak, visszamennek, megijednek, be vannak szarva, motyognak ott, meg izé. Igazából sokak szerint az a videó azért kamu, főleg, mert az egyik csávó fontosan röhög. De nyilván az emberek sokféleképpen reagálják le a stressz helyzetet, például Szefi is képes stressz helyzetben röhögni, mikor be vagyunk fosva éppen valamiért, mindegy. Szóval nekem ez nem válasz arra. Meg utána, amikor ezt mondják, ezt hozzák fel az emberek, válasznak bizonyos dolgokra, hogy hát ott röhögött a csávó. Vagy nem jól reagálta le a dolgot. Honnan a faszból tudod, hogy hogy reagál le valaki valamit? Most azért, mert te nem úgy, meg a szüleid se úgy, meg a barátaid se úgy, attól még lehet valaki, aki úgy reagál le valamit. Érted? Szóval nekem is volt már furcsa reakcióm dolgokra, de mindegy. Nem, mert nem ezen van a hangsúly. Egyik csávó röhög, csél meg úgy igazából, mintha baromkodnának végig. Egy picit, de be vannak szarva, vagy általán azt, hogy be vannak szarva, csak poénosabbra fogják, hogy ne összefossák magukat valószínűleg. Na mindegy. Nem mondom, hogy a videó eredeti egyébként, mármint az ott van az a valami, de nem mondom azt, hogy szellem, lehet egy harmadik vagy negyedik személy, aki ott van. A lényeg az, hogy elfutnak mellette a végén, és akkor ugye közelebb is látszik az a, hát lepedő, az a valaki. Mint csukjás alak, viszont a görnyedtség meg a furcsa, olyan nem törődömség az, ami ijesztő a videóban, hogy ott zongorázik, leszarja, ott vannak, elfutnak mellette. Aztán a videó végén van még egy jelenet. Kasztián, miért nem mutatod meg a videót inkább? Azért. Erre is ki kéne térni már, ugye, hogy azért nincsen szellemes videókat nézegetők, mert egy, a Steffivel csináljuk, a Legendák nyomában szellemes videók nézegetése címen, és én nem akarom külön, neki nem tetszem, hogy külön csinálok ilyet, még nem is akarok külön csinálni ilyet. A másik ok pedig az, hogy YouTube faszom felismer már videókat, meg minden dolgot, amit máshonnan veszel el, aztán képes megbaszni érte, jobb esetben csak nem te kapod a pénzt érte, nyilván, hanem az, aki az eredeti feltöltés, de én nem akarom kockáztatni, hogy az legyen, mint egy korábbi szellemeket nézegető, illetve két korábbi szellemeket nézegető videónál, ahol a hangot, te izélte a... letiltotta mit tudom én hány országban a hangot, mert benne volt a valamilyen ilyen horrorisztikus zene. Szóval nem újra kell, nem konvertáltam újra, nem volt meg az alap már. Ezért hát le kellett vetetnem a YouTube szerkesztő segítségével a zenét a videóból. Ezt meg nem akarom, főleg, hogy videókat nézek, azt már le sem tudom vetetni, ugye, hogyha esetleg próbálnám megbaszarintani vele. Meg hát alapból, mikor ott nézegettük szeféle a videókat a Legendák nyomában, akkor is voltak ott National Geographic által benyújtott levételi szerződések, meg mindenféle dolgok. Én nem akarok olyat, hogy vissza kelljen tölteni videót, úgyhogy ki vannak vágva részek belőle. Felesleges időpocsékolás lenne. Na mindegy, ezt így elmagyaráztam gyorsan, hirtelen. Ebben a videóban a csávó volt kint a temetőben, és látta, hogy nő sír, rákiáltott a csávó, és megfordult, ilyen volt az arc. Ezt a videót is ismerem. Ezt a mi videónkból vágtad ki, most nézem. Ja, ez egy félelmetes videó amúgy, mert főleg ez a világító szemű dolog, meg hogy ilyen furcsa alakja van a nőnek valahogy. Ja, az is egy jó cucc. Csávó feje füstöl, és egy néni arca jön ki belőle. Megint ez a tipikus példa, hogy hú, lehet a halott feleségének a szelleme. Mert mindig ez jön fel először, mikor öregek mögött látunk szellemet. Faház oldalán áll, ott áll valami. Az, amit rá lenne festve a falra valami dolog. Mint hogy ott egy bejárat, egy ajtó, egy ablak, vagy valami ablakvarszeg, amúgy már ugyanaz a magasság, nem? Azt onnan néz ki egy ilyen figura, de tényleg olyan, mintha itt egy fal folytatódna errefelé, és rá lenne festve a falra valami ilyesmi. De ez se egy rossz kép, nem is láttam még soha. Kevés olyan kép van egyébként. Hát Hodor
vékonyabb korában. Nem tudom, mit csinál, de a képen ennyi orbot még nem láttam egyébként. Valószínűleg, mikor ennyi orbról beszélünk, akkor ott nem... Nem orbokról van szó, hanem szemcsékről, por. Főleg por. Mit tudom, egy költözés után... Vagy nem is... Porszívózott! Ott a megoldás. Porszívózott, jól felverte a port, utána vakúval készített kép, az képes ilyeneket szülni. Nyugodtan ki lehet próbálni egyébként, tök jó az ilyenekkel tesztelgetni, főleg azoknak, akik érdeklődnek a paranormális dolog iránt. Nagyon sok dologot, ami paranormálisnak tűnhet először, könnyen lehet reprodukálni. Hogyha utána gondolsz, megpróbálkozol. És ha reprodukáltad egyszer, akkor többé nem fogsz fosni, mondjuk, ha sok ilyet látsz egy képen. Macska. Cica! Ott megy Kakashi sensei. Igen, ott is van valami arcszerű dolog, de ebből nem lehet sokat kivenni, sokat kilátni igazából, én azt mondom. Hát, ja, valaki néz be valahonnan, vagy az egy szekrény, az egy szekrény, most nézem. Valami azt mondja, hogy függöny van a tapétáját. Szekrény mögül valami arcszerűség, amit nem neveznék arcnak, mert nem formálódik számomra ki. Próbálom így belőni. Hát, esetleg be lehet magyarázni a szemszájnak ingere. Másik szem meg ott lenne a sötétben. Nem rossz kép, de az ott szintén lehet ott oda rak, vagy baba, bábú, akármi, ugye. Valakinek a szekrényében honnan tudod, hogy mi van? Csaj. Háttérben meg... Arcszerű folyás az ablakon, hát... Ez rossz az egerem görgője, hát ne basszál már fel. Vettek egy újabb egeret megint? 3 havonta veszem az egereket. Jó, mondjuk 3 dolláros egerek, mi a faszt képzelek én? Motoros baleset, vagy quad, mi ez? Quad. És ott, minthogyha... Jajaja, ott áll valaki, viszont ez a kép teljes mértékben szerkesztett számomra, legalábbis nagyon erőteljesen annak tűnik. Nagyon kilóg a környezetből, ugye. Mert hát, ha megnézed így a széleiből, így, nem tudom, így ránézek képek, akkor nagyjából legalábbis a saját szám íze szerint el tudom dönteni, hogy mi az, ami kamu. Föl messzről még jobban látszik. Lalalalalala. Ez Castiel. Ebből több kép van, azt hiszem, ja, 3. Na nézzük, elemezés. Elemezés. Na hát ott semmit nem látsz. Itt már látsz valamit. Ott ugyanúgy látsz valamit, de azt akarjátok nekem, többen mondtátok kommentekben. Ezt akarjátok magyarázni, az ott valaki? Kérem szépen, ez a csillag vizsgáló. Hogy hívják? Nagy távcsőnek a cucca? Majd megmutatom azt a dolgot valamikor, amikor mondjuk lehetséges. Ott pedig a tévé van előtte. Szóval ha kettő, ebből a szögből nézik, akkor mint a kettő egybe lenne, de nincs a kettő egybe, a kettő külön dolog. Csillagnéző, nem teszem be, dávcső, na, meg a tévé dolog. Igen, a kettő egy picit esetleg tud hasonlítani emberszerű dologra, ezt bevallom. Hölgy. Ott pedig egy szem, gondolom, ez egy cipő, bazd meg. Tényleg azt mondom, de cipőn szem van? Vagy dín, vagy... Vagy nem azt kell nézni? Azt kell ott nézni? Ez mi? Én nem, megint nem tudom mit kell nézni, mert én arra gondoltam ott rögtön. És elkezdtek olyan képeket küldeni, nincs semmi, vagy ami úgy el van rejtve, hogy nem lesz vesz észre, míg az csak, aki megtalálja a Valdót. Én nő a szellem megint? Megint kommenteljétek ma, hogy most tényleg ezt akarják szellemnek, hogy ez egy cipő, bazd meg. Vagy nem az? Na olyan, mint hogyha takaró, vagy nem tudom mi az ott fenn, az alatt néz neki egy szem. Na mindegy, szellem szem, pók. Vége a videónak. Elfogytak a képek. Küldjetek képeket, hogyha akarjátok, hogy folytatódjon a dolog, mert nincsenek képek. Ja, mindegy, azt majd máskor. Sziasztok!